egy autókerék felettünk az űrben. 200 főszülőnapi buli járt a futballistának. Juss be bármelyik buliba ingyen, egyetlen mellénnyel. Jövünk a YouTube legizgalmasabb híreivel, tartsatok velünk! Egészen elképesztő dolgokra képes az ember. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy éppen egy autókerék felettünk az űrben. Elon Musk terve, miszerint egy elektromos autót egy Teslát küld az űrbe, sikeres volt. Erről Magyarósi Csaba is beszámolt. Hosszú évek előkészületei után idén, február 6-án magyar idő szerint este 9 óra 45 perckor kilőtték azt a Falcon Heavy nevet viselő hordozórakétát, aminek segítségével napkörüli pályára állították a Tesla legújabb elektromos autóját. Mindezt pamkutyáik YouTube élőzés közben tekintették meg. És Magyarósi Csaba is készített róla videót, amiben többek között arról beszélt, hogy ha ezt nem Elon Musk dél-afrikai származású üzletember vitte volna végbe, hanem mondjuk a NASA, akkor ők nem egy elektromos autót küldtek volna az űrbe, hiszen ennek tudományos haszna nem nagyon van, habár szépen néz ki. Mégis úgy véli Magyarósi is, hogy ez egy út a jövőbe. És reméli, hogy innentől kezdve még több pénzt fognak az űrkutatásba önteni azok, akik ezt megtehetik, és lassan a holdutazás is mindennapossá válik. Aztán a Marsot is bevesszük majd. Röhögcsélve videózott le egy holttestet Loganból, ezért egy időre kitiltották a YouTube-ról. Hamarosan azonban visszatért a képernyőre, és híresebb, mint valaha. Viszont sajnos még mindig nem sikerült megtanulnia, hogy mivel lehet viccelni, és mivel nem. Logan Paul ismét nem bír magával. Még csak le sem nyugodtak az emberek a felháborodásból, amit azzal váltott ki az ismert amerikai vlogger srác, hogy Japánban egy öngyilkos holttestet mutatott be videójába, már is újabb balhé van körülötte. Pedig egy videójába azt is megígérte, innentől kezdve felnőttként fog viselkedni, jó útra tér. A jelek szerint nem jött neki össze. A nagy bocsánat és a jobb ember leszek videók óta már döglött patkányokra lövöldözött sokkoló pisztollyal, meg volt egy másik videó is, amiben azt láthattuk, hogy a halastavából kiszedett egy halat, megállapította, hogy még lélegzik, de azért úgy csinált, mintha újra akarta volna éleszteni. A haverja azért rászólt, hogy jobb lenne a halnak, ha visszatenné a vízbe. Szóval ennyit Logan Paul felnövéséről is. Neymar aztán tudja, hogy hogyan kell megünnepelni egy születésnapot. A híres focista 200 fővel kocintott a jeles alkalomból, közöttük a négyszeres Forma 1-es világbajnok Lewis Hamilton és Brazília elnöke Michel Temer is ott bulizott. Lusták, nyálasak és aranyosak. Csak nem a macskákról beszélsz. Sokan úgy gondolják, hogy a macskák lusta, buta, önző, haszontalan lények, akik mindent összeszőröznek. Gombóc tartózkodik az erőszaktól, így a betörőkkel való szembeszállás nála nem jöhet szóba. Tudtátok, hogy a dorombolás pozitívan hat az idegekre? Talán tényleg nem olyan okosak. Gombóc például nem tudja, hogy az ajtórésen nem átférni kell, csak belökni az ajtót. Csak told be a fejeddel! Csak told be! Mindegy, hagyjuk. Hogyan él egy kamionos? Azért lássuk be, hogy ez nem egy hétköznapi blogger téma. Esti 22 Laciga csatornája ezt mutatja be nektek, őszintén. Mennyit keresnek a kamionosok? Országfüggő, azon belül is területfüggő, hol élsz, mit csinálsz, mennyit vállalsz,
Mennyit vagy távol a családodtól? Milyen áruk mozgatsz meg? Szóval tényleg teljesen áru és minden egyéb függő. De nagy általánosságban ma egy belföldi kamionsofőr, aki mondjuk minden este hazamegy, azért a 150-300 ezer forint közötti pénzt meg tudja keresni. Persze ettől lehet akár többet is, vannak egyedi esetek. Benne? Te hogyan reagáltál akkor, amikor rossz egyet kaptál a középiskolában? Én sose kaptam rossz egyet. Persze, persze. Na de nézzük meg inkább Dezső Bence beszámolóját. Reagálok az iskolás jegyeimre, és nem szeretnék rossz példát mutatni egyébként, hogy ne tanuljatok, tanulni igenis hasznos és kell. Én egyszerűen egy olyan gyerek voltam, akit hogyha nem érdekelte, akkor egyszerűen akkor tanult belőle, amikor éppen bukását is ki kellett javítani. Azokból tanultam, ami érdekelt, illetve azokból is tanultam nagyon sokat, amit nem tanítanak az iskolában, viszont tudom, hogy hasznosítani fogom. Például megemlíthetném a kamerákat, a vágó programokat, pont aktuális, amit tudok hasznosítani majd a jövőben esetleg, mint munka szempontjából is, akár youtuber, vagy akár filmvágó, akár videóklipvágó, stb. Puskáztam, nem sokszor. Why the fuck you lying? Viszont amikor puskáztam, akkor nagyon. Mondhatnám, hogy profi vagyok, mert nem fogtak meg még szerintem. Azt hiszem egyszer sem, nem fogtak meg. Egyébként én 9. osztálytól emelt fokú nyelvosztályba jártam, ami azt jelentette, hogy nem volt matek órám, 10-től nem volt fizika órám, cserébe volt román órám, angol órám, latin órám, német órám, és mit hagytam ki? Német, angol, latin, román, magyar. Igen, ez az 5. Nagyon sokat tudjátok már szerintem, de azért elmondom, az osztályozás Erdélyben 1-től 10-ig van. 1-es, 2-es, 3-as, 4-es az bukó, az 5-össel átmész, 4-50-ről emelnek, és az már 5-ös, ha jó kedvében van a tanárnő per tanár. Szóval én egy, úgy mondanám, hogy egy közepes lusta tanuló voltam. Hogyha van ilyen fokozat, akkor az voltam én. Én voltam annak a megtestesítője a gyerekek. Informatika 9, kémia, vallás 10, tudományok, magyar fél évi 5-ös. Úgyhogy a kb. Ezek a jegyeim nem lepett meg igazából, sőt rosszabbra számítottam, tehát ott voltak jó jegyek, abból ami érdekelt, a másból meg nem. Tanáros videó meg most jönni fog. Ha már a középsuliról beszélgetünk, megvan az, amikor gyakorolsz az érettségére és a könyv végére kell lapoznod a megoldásokért? Úgy, pont ezzel bénháztam én is valamelyik nap, de ahogy a suliban is mutattad, a KLET kiadó könyvei és alkalmazása ebben is szuper jók. Az érettségére felkészítő könyvekhez le tudtok tölteni egy alkalmazást, ami, ha a telefonotokat az oldalak fölé tartjátok, megjeleníti a megoldásokat. Megoldások érintése ilyen egyszerű. A kiadó könyveit a www.klet.hu-n, illetve a nagyobb könyvesboltokban és az alkalmazásból is megvásárolhatjátok. És most a középsuliban is nyerhettek. A középsuli.hu Facebook oldalán megosztott bejegyzésbe tegeljétek be az egyik barátotokat, és értékes POSZ nyelvtanfolyamot, képes szótárt vagy idegen nyelvű könyveket nyerhettek. Na, ez majd megoldja a problémádat. Leérettségizik helyettem? Azért azt nem, de tényleg elég praktikus tud lenni. Tudod, hogy mi az a QR kód? Azt még én is tudom. Ebben a töri érettségére felkészítő könyvben van egy QR kód. Ennek a segítségével letölthetsz egy a kiadványhoz tartozó ingyenes applikációt, és ez meg fogja gyorsítani a tanulási folyamatot. Szóval meg is van, megkeresed, megnyitod, és ki kell még választanunk ugye a kiadványt, ezt a kiadványt, a történelem. Igen, meg is van. Ha a telód a könyv fölé tartod, betöltődnek az oldalhoz tartozó segédanyagok, ezeket lejátszhatod a telódon, és le is mentheted a kedvencek közé, aztán már internet se kell, hogy elérd azokat. Jó, itt hogyha felé tartod és megérinted hosszan, akkor még a válaszok is betöltődnek. Megoldások egy érintésre, azt a benne! Így van, és így már lapozgatnod se kell. Tadá! Tényleg bűvész vagyok. És ha már az érettségiről beszélgetünk, muszáj megemlítenünk, hogy nyakunkon a felsőoktatási jelentkezési határidő.
A középsői csatornáján már láthattatok egy rövid videót arról, hogy a Mekere Sándor üzleti főiskolán milyen egyedi képzéseken tanulhattok. A gazdaság-informatikus képzésen például gazdaságot és informatikát is ugyanolyan mértékben tanulnak a hallgatók, így olyan diplomát kaphatnak, amellyel nagyon könnyedén helyezkedhetnek el itthon és külföldön is. További információért látogassatok el a Mekere Facebook oldalára, illetve honlapjára. Senki ne csinálja, de tényleg elképesztő, hogy egy kis határozottsággal mi mindenre képes az ember. Azt például gondolnád, hogy egy uszodába simán bejuthatsz belépő nélkül egyetlen láthatósági mellénnyel. Halászokká kellett válniuk a szupermarket eladóinak. Ugyanis egy törött akváriumnak köszönhetően a földről kellett összeszedegetni az eladásra kínált halakat. Segít a házi munkában? Gondolom, nem az ingemet vasalja ki. Can I do something? In one hole right here. Right there. Yeah. Yeah. Right there. Yeah. Good. Thank you. And one more right here. Right there. Yeah. Right there. Yeah. Good. Perfect. Deal. Ennyi volt már a YouTube híradó. Két hét múlva ismét találkozunk. A videó linkjeit szokás szerint megtaláljátok a leírásban, ha esetleg mi találtatok valami érdekességet, akkor nyugodtan linkeljétek kommentben, és ha tetszett, akkor tudjátok, lájkoljátok, iratkozzatok fel, és ne felejtsétek megnyomni a csengő gombot. Sziasztok! A híradó támogatója az ABC Shop, ahol a középsulis napszemüveget és bögrét is megvásárolhatjátok.